18 csapat, összesen 54 diákja gyűlt össze a Hunyadi iskolában csütörtök délután, ahol az idei évben is megtartották az 56-os kaszinót. Az esemény hagyománya több mint két évtizedre nyúlik vissza, a részvétel pedig alapos felkészülést igényel a diákoktól. Minden nemzedék a maga képére formálja az életet, és a 25 éve kezdtük el ezt szervezni, és az akkori gyerekeknek szeretünk volna az ő kamasz szint ismeret világához igazítva megismertetni ezeklen a közelmúlt történelmet, a II. Világháború utáni magyar történelmet, azon belül pedig 1956 eseményeit. A hagyományos történelmi totó, címerek összerakása, legyen ön is milliómos, emlékhelyek felismerése, térkép felismerés, történelmi alakok. Az 1956-os országos és mosonmagyaróvári események részleteiről, valamint tudásukról adtak számot azok a diákok, akik idén is részt vettek az 56-os kaszinón, a város és a térség általános, valamint középiskoláiból. A jó válaszokért pedig ezúttal is a pontszámok mellett játékpénzt kaptak, amit a bazárban válthattak be nyereményekre. Azért adtuk a kaszinó elnevezést a játéknak, hogy ne legyen annyira komoly, mégis kicsit nagyobb kedvel érkezzenek a diákok. A feladatokért, amiket elvégeznek, pontokat kapnak a menetlevelükre, és azon kívül játékpénzeket, korabeli játékpénzeket kapnak a sikeres feladatok teljesítéséért, és ezeket a játékpénzeket a úgynevezett bazárban költhetik el mindenféle apróságra, édességre. A játékhelyeken összegyűjtött pontok alapján aztán felállt a végső sorrend is, a díjazott diákok pedig értékes nyereményekben részesültek.